Milyen eredményt vár? Hát mai nap úgy gondolom, a sportolóim mi voltamból a befektetett munkát, hogy annak idején a sportolóimban, meg jó magamban is beletettük. Én úgy gondolom, hogy az aktivistáimnak a családom is igen megtették a megfelelő munkát, és úgy gondolom, ma este beérik. Hogyan értékeli a kampányt? A kampány? Én úgy érzem, hogy a mi részünkről korrekt és igen méreható volt. Úgy gondolom, hogy az embereket megszólítottuk a standolással, és különböző fórumokon megjelentünk, és úgy gondolom, hogy mindennel tájékoztattuk a lakosságot. Új fejezet jön most a város életébe? Új életet szeretnénk kezdeni. Mi lesz a kórház sorsa, mit gondol? A kórház mindenképpen megmarad, és szeretnénk üzemeltetni a kistérséggel együtt. Első és legfontosabb intézkedése megválasztják? A legfontosabb? Hartmann város testnőségi diák sportját rendbe tenni, és az iskoláknak az önállóságát visszaadni. Milyen eredményt vár? Hát meggyőződésem, hogy amilyen munkát ebbe a választásba belefektettünk, csak pozitív eredményt várhatok. Hogyan értékeli a kampányt? A kampány feszített volt, profi volt, és szerintem mindent megtettünk a nyerés érdekében. Új fejezet nyílik most a város életében? Hát valószínű, hogy 60 még ilyen képviselő garnitúrával még nem rendelkezett 20 év alatt. Én részemről biztosíthatom a lakosságot. Ön szerint mi lesz a kórház sorsa? A kórház egész biztos pályázati pénzből gyönyörűen be lesz rendezve, fel lesz újítva, és a 60-iak nagy megelégedésére bízhatnak bennünk. Mi lesz az első és legfontosabb intézkedés, ha megválasztják? Ha megválasztanak, első és legfontosabb a Ratko József utcába egy járda szakaszt ki akarok egészíteni, hogy a mozgássérültek nyugodtan tudjanak közlekedni. Milyen eredményt vár? Feltétlenül bizakodom. Nagyon sok emberrel beszélgettem az elmúlt időszakban a kampány alatt, ismerősökkel, választókerületemben sok ismeretlennel, és hát mindenki arról biztatott, hogy hatalma változásra van szükség, ez adja a bizakodásom okát, este mindenki derül. Hogyan értékeli a kampányt? Hát az átlagosnál egy kicsit rövidebb, de azt gondolom, hogy sokkal tempósabb kampány volt. A megszokottnál kicsit több plakátot láttunk 60-ban. Szerintem egy elég erős és munkás kampányon vagyunk túl. Ön szerint új fejezet nyílik most a város életében? Igen, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy új képviselőtestülettel, egy aktív, egy sokkal kreatívabb és egy vadonatúj arcokkal tűzdelt képviselőtestületben fogunk majd dolgozni, vagy fogok dolgozni. Mi lesz a kórház sorsa? Hát mindenképpen meg kell menteni a kórházat, ez kiderült az emberekkel való beszélgetéseink kapcsán. A kórházra 60-nak szüksége van. Én bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Nagyon kemény munka lesz, de erre szükség van. Ön szerint egyet fognak érteni az emberek a kötvénykibocsátással? Hát bízom benne, hogy nem. A saját véleményem az, hogy nem ez a megoldás, más megoldásokat kell keresni, nem lehet az embereket ilyen pluszköltségben terhelni. Mi lesz az első és legfontosabb intézkedése, hogyha megválasztják? Azt gondolom, hogy a Fidesz programja 60-ban is nagyon világos, munkahelyteremtés, közbiztonság, egészségügy, oktatás, ezek a legfontosabb dolgok. Én személy szerint a kórház ügyel szeretnék egy kicsit jobban foglalkozni. Ez egy bonyolult kérdés, egy hosszú előkészítést igényel, de szerintem ezek lesznek az első intézkedések, illetve hát konkrétan ez a kórház. Milyen eredményt vár? Az eltelt időszakban nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem, igyekeztem bemutatni a programunkat, hogy hogyan tudnánk a város még szebb élhetőbbé tenni. Most rajtuk a döntés. Én bízom benne, hogy az eltelt 8 év kudarca, őszintetlensége segít helyesen dönteni a választópolgároknak. Hogyan értékeli a kampányt? Ez is. Volt kezdeti időszak, az szépen nyugodtan telt, most az utolsó napokban egy picikét eldurvult, szaggatták a plakátokat az utcán, és csúnya megnyilvánulások voltak. Ön szerint új fejezet nyílik most a város életében? Hát remélem, hát ezért dolgoztunk tulajdonképpen, hogy új fejezet kezdődjék
a város életében, hogy élhetőbb, szebb, nyugodtabb város legyen 60 is. Mi lesz a kórház sorsa? Nagyon bízom, hogy a választópolgárok helyesen fognak dönteni, és a mi elképzelésünk ugye a pályázati pénzből való felújítás, kormányzati segítséggel működtetni, hogy ez meg fog tudni valósulni. Mi lesz az első és legfontosabb intézkedése, ha megválasztják? Megválasztás után a legelső tulajdonképpen azoknak a kormányzati programoknak a megvalósítása, amelyeket már korábban a médiákban is hallottunk, valamint azokat az aprók, a kis rúgókat, amelyek az ország és a városunk fejlődését akadályozta, azoknak a megkeresése és a kijavítása. Természetesen ezt mind a választópolgárokkal együtt. Milyen eredményt vár? Természetesen Fidesz győzelmet. Ez egyértelmű és nem kérdéses. Hogyan értékeli a kampányt? A vége felé egy kicsit eldurvult a kampány, én úgy gondolom, hogy erre már nem volt szükség, hogy ilyen durva legyen, de ha így, akkor így. Kinek a részéről durvult el? Természetesen én úgy gondolom, hogy az MSZP kezdte el ezekkel a törvénytelenül kiadott újságokkal. Új fejezet következik most a város életében? Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fejezet következik, ami az emberekről szól, és nem az emberek feje feletti döntésről. Ön szerint mi lesz a kórház sorsa? Természetesen a kórház megmarad, ezt minden politikai erő pártállástól hova függetlenül hangsúlyozta. Azonban a Fidesz győzelem esetén egy olyan kórház stratégia kerül majd kidolgozásra, amely nem kerül az emberek pénzébe. Mi lesz, vagy mik lesznek az első és legfontosabb intézkedései, ha megválasztják? Számomra három fontos pont van itt a városrészben. Ez a közlekedés, az új 60-i temető, illetve a Liszt-Ferenc utca környékének a problémája. Milyen eredményt vár? Hát én a befektetett munka és a választói bizalom eredményében jó eredményt várok. Ahogy jártam a választóközletemet, mindenki pozitívan állt hozzám, és örültek, hogy én voltam a Fidesz-KDNP jelöltje. Hogyan értékeli a kampányt? Hát a kampány egy kicsit a végén az MSZP lokálpatrióták miatt egy kicsit eldurvult, lerakasztották a plakátjainkat, különböző ilyen, úgymond, gonosz faliúságokat, vagy ilyen képeket tettek ki, és ugye szidalmazták a jelöltjeinket, és köztük a polgármester jelöltünket is, Szabó Zsoltot. Ön szerint új fejezet következik most a város életében? Hát remélem, hogy új fejezet kezdődik, az emberek is a változásra szavaztak, ugye áprilisban, és itt is úgy érezzük, hogy a helyiek is azt szeretnénk, hogy egy új temperamentumos vezetés vezetné a várost. Mi lesz a kórház sorsa? Hát a kórházat azt, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is, és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is hangoztatta, meg lesz mentve és működtetve lesz, mert hiszen a térségnek nagy szüksége van rá, hogy itt helyben, a környéken legyen egy betegellátásuk. Mi lesz az első és legfontosabb intézkedése, ha megválasztják? Hát az első és legfontosabb intézkedésünk ugye a közösen a csapat munkába a költségvetést rendbe rakni. Ahogy tudomásunk van róla, hogy ugye már felvettek ilyen működési hitelt, ugye fél év alatt nagyon sok pénzt vettek föl, hát át kell nézni a városi költségvetést, mindent átvizsgálni, és ahhoz képest majd kialakítani egy menetrendet. Milyen eredményt vár? Természetesen győzelmet, az aktivistáinkkal óriási munkát végeztünk, úgyhogy ennek az eredménye számomra csak a győzelem lehet. Hogyan értékeli a kampányt? Voltak durva pillanatok, rendszeresen letépték a plakátjaimat, gondolom nem szeretik a nevemet látni, de hát ez van, ezzel jár. Ön szerint most a választások után új fejezet kezdődik 60 életében? Természetesen. Végre gazdája lesz ennek a városnak, nem egy ilyen pénzmosó vagy meggazdagodó emberek lesznek hatalmon, hanem azok, akik tenni is akarnak a városért. Mi lesz a kórház sorsa? Természetesen a kórházra óriási energiákat kell fordítani, ezt meg kell menteni, fejleszteni kell, nem szabad elutasítani a várost, mert akkor a kórház is be fog dőlni.
Természetesen a kórháznak akkor lesz bevétele, hogyha az osztályokat vissza tudjuk hozni, működőképes állapotba kerül a kórház, és a nővérképzésben, vagy valamint az orvosképzésben is hatalmas energiákat kell fordítani, ez a kórház alkalmas arra, hogy ezt véghez vigye, tehát ezt az orvosképzésben jelentős szerepet vállaljon. Mi lesz az első és legfontosabb intézkedése, hogyha megválasztja? Hát szeretném minél előbb a vizet megállítani, illetve elterelni olyan irányba, hogy ne a pincékbe álljon meg, illetve az utcán kóhömpölyögjön. Ez a legsürgősebb kérdés, hiszen lassan jön a tél, aztán jön a hóolvadás, addigra ennek kész kell lenni. Köszönöm. Milyen eredményt vár? Hát ez nem lehet kétséges, hogy milyen eredményt várok. Azt várom, hogy mi győzünk, és remélem ebben nem fogok csalódni. Bár az ördög nem alszik, azt szokták mondani. Mindig óvatos vagyok, tehát nem szívesen nyilatkozom előre az eredményről. Hogyan értékeli a kampányt? Hát, ha egy szóval lehet jellemezni, profi kampány volt, legalábbis a mi részünkről. Úgy érzem, hogy nagyon megdolgoztunk azért a sikerért, amit remélünk, és ezzel mindent megmondtam, azt hiszem. Mi lesz a kórház sorsa? Hát a kórház sorsa, azt hiszem, hogy a Fidesz és a Fidesz-KDNP nyilatkozataiból egyértelmű, a kórház megmarad, a kórház jövőjét a kormánynak kell biztosítani. Most a választások után ön szerint új fejezet következik 60 életében? Hát, hogy mennyire új, én azt mondom, hogy egy-két elemét a régi fejezetekből is vissza kéne emelni, azt a nyitottságot én visszasírom, ami... ez megint szerénytelenül hangzik, ami az én időmben történt, ami akkor volt a városban egy ilyen felszabadult jó érzés, mindenki tudott nyugodtan beszélni mindenkivel, nem volt ilyen politikai széthúzás. Röviden szólva egy nyitott, demokratikus és jókedvű 60-i társadalomra számítok. Mi lesz az első vagy legfontosabb intézkedése, hogyha megválasztják? Olyan óriási igények fogalmazódnak meg, amit egyik napról a másikra nyilvánvaló, hogy nem lehet teljesíteni. Ami most legfontosabb feladat, hát ezeknek a feladatoknak a számbavétele, rangsorolása, egy ütemterv készítése, de ezt megelőzi egy alakuló ülés. Ha ezek a munkák, az alapok lerakása megtörtént az elején, akkor a 60-i társadalmat, az embereket, és az embereket pedig a civil szervezeteken keresztül tudjuk bevonni, a szülői munkaközösségektől kezdve az alapítványok, egyesületek véleményét jól szervezetten el kell juttatni a képviselőkhöz, hogy a szavazásnál ezek is belejátszanak a döntésekbe.